14 új bemutatót és továbbjátszásokat is kínál a Szegedi Nemzeti Színház az új évadára. Kezdésként a szerelmes Shakespeare-t láthatja a közönség két darabbal, a lánglelgű táncvittel és a fekete hattyúval érkezik a kortárs balett, valamint ugyancsak két operajátszásra kerül sor. Puccini, Manon Lescaut-ját Juronics Tamás rendezi, és szélre viszik a Csengő és Rita egyfelvonásosait is. A zenés előadások sora Lehár Ferenc a Mosolyországa produkciójával, a Pomádé király új ruhájával és a Gengszterek című táncjátékkal érkezik. Fábián Péter személyében új rendező debutál a teátrumban, aki a Matyi elszabadul, avagy Soklód disznót győz mese darabot és egy kortárs művet is instruál majd. Ő rendezi a Gazdálkodj okosan című kortárs új hősbemutatónkat. Aki ismeri a társasjátékot, az tudja, hogy körülbelül mire lehet számítani. Ez meg van spékelve azzal, hogy egy fiatal pár éppen lakást keres most Magyarországon, és az ő nehézségeikkel, küzdelmeikkel és mindenféle vicces helyzeteikkel foglalkozik majd ez a bemutató. Ugyancsak új bemutató lesz az Eltört Korsó című vígjáték és a Két Kórea egyesítése abszurd játék, valamint Barnák László rendezésében láthatjuk Szabó Magda az Ajtó színművét. A főigazgató azt is megosztotta televíziónkkal, hogy mely népszerű előadásokkal terveznek még az évadban. A Padlás, a Hegedűs a háztetőn, az Egy sok és más semmi, ezek mind olyan zenés darabok, amelyekre nagyon nagy volt az érdeklődés, és tett házakkal mentek az elmúlt évadban, de visszaérkezik majd a Rokonok is, Szikszai Rémusz rendezésében, egy olyan új változatban, ami most a Szegedi Nemzeti Színház számára készült. Ezen kívül még gondolkodunk abban, hogy mik azok a programok, azok az előadások, amelyeket érdemes visszahozni, amelyeket nagyon keresett a közönség, például a Kakukk fészek. A produkciók sorát William Shakespeare Vízkereszt vagy Amit akartok vígjátékával zárják. Az előadásokra a kultúrakedvelők már online megvásárolhatják jegyeiket.